Harmonika szó köszöntötte a Tolna megyei értéknapra összesedeglötteket. Fehérvári Tamás, a rendező Tolna megyei önkormányzat elnöke megnyitójában arról beszélt, az elmúlt 5 esztendő bebizonyította, jó kezdeményezés volt a Tolna megyei értéktár mozgalom elindítása, hiszen ma már több mint 1000 értéket regisztráltak a helyi értéktár bizottságok. Elképesztő mennyiségű információhoz jutottunk, rengeteg olyan dolgot találtak az emberek a megyébe, ami nem csak az ő szűk környezetükbe tart számot érdeklődésre, hanem egész megyei szinten számít, és itt megint elmondom értéknek. Itt látható, hogy jelen állás szerint úgy gondolom, hogy 600 ember jelentkezett. Fehérvári Tamás kiemelte, ez a rendezvény arra is alkalmas, hogy a jövő elképzeléseit is egyeztessék az önkormányzati és megyei vezetők. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, az értékek felkutatása és megőrzése hozzásegít a vidéki Magyarország felértékelődéséhez és ezzel a fiatalok helyben tartásához. Se kell hitetni a gyerekekkel, ha itt él, attól ő még bármi lehet. Tehát ez is egy fontos üzenet, hogy itt is föl lehet úgy nőni, hogy utána bármi lehet belőled, és ez most is igaz. A rendezvény vendége volt a Hargita megyei küldöttség is, akik megnyerték a legszebb stand külön díját is. Bece Istvánnal elnök úgy nyilatkozott, olyan tapasztalatokkal gazdagodtak a látogatás során, mely gyümölcsöző lehet a következő évek együttműködésében. Meg szeretnék alapozni azt a digitális termelői piacnak a logisztikai hátterét. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ezek lehetnek álmok, de minden valóságot egyszer meg kell álmodni. Ahhoz, hogy 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva eredményekről tudjunk beszámolni, ahhoz, amit ma meg kell tenni, azt meg kell tegyünk. És azt gondolom, hogy ez a pár nap, hogy itt voltunk, és tudtunk egyeztetni, és tudtunk közösen gondolkodni, közösen tervezni, ez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy megvalósítások legyenek. Az idei évben a Tolna megyei értéktárbizottság döntése értelmében az eddigi 20 megyei érték további 3-mal gazdagodott. Így került a Lajstromba az Ozodai Vár, Mészői Miklós munkássága és a Rákóczi Túrós is.